Már sohasem derül ki, hogy Demjén Ferenc milyen vegyésztechnikus lett volna, ha a Petrik Lajos vegyipari szakközépiskola elvégzését követően nem válik pálya elhagyóvá. Minden esetre nagyon sokan nyertünk vele, hogy a zenét választotta. A számom, a Dox, a Liversing, a Meteora sakmat és a Tűzkerék után az országos ismertséget a Bergendi Együttesben eltöltött évek hozták meg számára. Jó pár alkalommal bementem a MTK klubba, ahol ő a Számom nevű zenekarra játszott. Ez volt az első zenekar a Demjénnek, tehát nagyon-nagyon korai az ismeretségünk. Általában a találkozások azok úgy szoktak történni, hogy szakmai elsősorban az egész történet, meg a külső olyan, mint mit tudom, egy fiú-lány ismerkedése. Nagyon szimpatikus volt, és az első percről kedveltük egymást. A Jöjj vissza vándor, a Darabokra törted a szívem, az Ötödik sebesség és a többi sikeres dal ellenére az énekes basszusgitáros úgy érezte váltania kell, és kis idővel első szólólemeze a Fújom a dal című album megjelenését követően saját együttest alapított. 1977-ben feldübörgött a motor, és a V-motorok együttes rövid időn belül a hazai rockzene élvonalába száguldott. Kikre család, gyermek, otthon, rég nem vál már. Nagyon-nagyon tisztelem őt, mert rengeteg olyan dolgot írt meg, ami tanítanunk kellene az iskolában. Csodákat írt ő meg. Hát szóval ő egy született zseni, a zenére és az ilyen dolgokra születni kell. A Gyertyák, a Jégszív, vagy az együttes himnuszaként emlegetett Várj, míg fel kell majd a nap című slágereket teltházas koncerteken énekelte velük a közönség határon innen és túl. És énekli ma is, hiszen az 1989-től szóló karriert kezdő énekes gazdag életművéből manapság is kihagyhatatlan slágerek. Rózsi régi és új albumait, értékes szövegeit és jellegzetes hangját ma már generációk ismerik és szeretik. Hosszú idők óta ennek ékes bizonyítékai a Kossuth-díjas előadó művész évvégi teltházas arénabeli koncertjei.